nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon, csomagok az időseknek, szociális tűzifa és tehetséges diákok támogatása is napirenden volt. Fokozottan kell figyelni a borospincékben, minden évben öl a néma gyilkos a mustgáz. Döntött a testület, mégis visszakerül az államhoz a bátaszéki vízi közmű vagyon. A vadállatokkal is megismerkedtek, indián tábort szerveztek Felsőnyéken. Kétszer akkora értékben kapnak karácsonyi ajándékcsomagot az idősek Szekszárdon, mint a korábbi években. Erről csütörtökön szavaztak a közgyűlés tagjai. A képviselők a szociális tűzifa beszerzéséről is tárgyaltak, és Zaják Rita kezdeményezésére tehetséges diákok támogatásáról is döntöttek. Tizenöt napirendi pontot tárgyaltak rendkívüli közgyűlés keretében a szekszárdi önkormányzati képviselők. Ezek között szerepelt a szociális tűzifa kérdése is. Nincs könnyű helyzetben a város, egy köbméter ilyen alapanyag ugyanis idén már 32 ezer forintra drágult méterben vágva. Hasogatva viszont több mint 100 ezeret kér érte az állami erdészet. Ezért nem kizárt, hogy az önkormányzat megveszi a fát, és inkább megbízott vállalkozóval dolgoztatja azt fel. Erről szeptember végén döntenek a képviselők. Mindenképpen elkövetünk mindent annak érdekében, hogy kellő időben és megfelelő mennyiségben és minőségben jusson el a tűzifa a rászorulóknak. Ebben beletesszük ezeket a járulékot. Az idősek karácsonyi csomagosztásának sok éves hagyománya van már Szekszárdon. Évről évre egyre többen veszik igénybe ezt a segítséget. Az áremelkedések miatt az eddig 2000 forintos egységárat 2022-ben megduplázza az önkormányzat. Erről is döntöttek a képviselők. Vizsgáljuk a többletköltségeknek a lehetőségét, mert hát egyetértünk vele, meg tudomásul vesszük, és tisztában is vagyunk azzal, hogy a 2000 forint idézőjelben mondva az már nagyon-nagyon elértéktelenedett a jelenlegi inflációs áremelések mellett. Néhány hete mutatták be az angol nyelvi tudományos előadásokat az első Béla gimnázium diákjai stábunknak. A fiatalok egy nemzetközi versenyen képviselhetik hazánkat Stockholmban. A felvételek elkészítése után Zaják Rita polgármesteri tanácsnok 100 ezer forintot adott át a fiúknak az útra. Most pedig arról született döntés, hogy további támogatást kapnak. Úgyhogy erre szavazott meg a közgyűlés 150 ezer forintot a klíma alapból, ugye a költségvetés tárgyalásakor ez az én módosító javaslatom volt, hogy a klíma alap 1 millió forintban kerül elkülönítésre, és ebből a klíma alapból szavaztunk meg erre most 150 ezer forintot, jó utat és sikeres szereplést kívánunk a fiataloknak. Szekszárdon várhatóan szeptember második felében tartanak ismét közgyűlést. Az előző héten országszerte 14.742 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 2.036.390-re nőtt az azonosított betegek száma. Közölte a múlt heti összesített adatokat a koronavírus.gov.hu. Meghalt 108, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47.191-re emelkedett. Jelenleg 1251 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 27-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta 4346-an kapták el a vírust. Minden évben okoz halálos tragédiát a szüreti időszakban a pincékben felhalmozódó mustgáz. A színtelen, szagtalan széndioxid kiszűrése egyszerű feladat, még sincsenek sokan tisztában azzal, miként is kell azt csinálni. Ezzel kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a katasztrófavédelem munkatársai, egy borásszal és a mentősökkel közösen. Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék elnöke épp azt mutatja, hogy egy egyszerű eszköz segítségével hogyan lehet ellenőrizni a pincék mustgáz telítettségét. A szüreti időszak kezdetén az esetleges tragédiák megelőzése érdekében nagyon fontos, hogy körültekintően menjenek le a boros pincékbe a gazdák, hiszen az erjedő must során felszabaduló széndioxid akár végzetes kimenetelű balesetek okozója is lehet. Hogy amikor megérkezünk a munkahelyre, akkor legelső az, hogy kinyitjuk az ajtót, egy picit szellőztetünk, illetve nyilván kiriasztjuk.
riasztás után kinyitjuk az ajtó másik felét is, miután kicsit kimentünk a levegőre, és mi is úgymond friss levegőt szívtunk. És akkor a harmadik lépés az, hogy még mindig nem lehet bemenni a pincébe, hanem akkor elindítjuk, van egy ilyen külön nagy ventilátorunk. Minden évben szület elején a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az együttműködő szervekkel egy sajtótájékoztató keretein belül hívja fel a figyelmet a mustgázmérgezés megelőzésének a fontosságára. Nem lehet elégszer elmondani, hiszen Magyarországon évente mintegy 50 alkalommal riasztják mustgázzal összefüggő esetekhez a tűzoltókat és a mentőket, és az esetek jelentős részében már nem lehet segíteni a bajba jutott emberen, mert nagyon gyorsan bekövetkezik az eszméletvesztés és beáll a halál. A kis családi gazdálkodók, a családi vállalkozások, családi pincészetekben figyeljünk oda magunkra és egymásra. Tehát itt a felelős gondolkodás az egyrésztről irányul arra, hogy én megtegyek mindent a magam védelme érdekébe, és odafigyeljek a szomszéd pincémre, odafigyeljek a Józsi bácsira, akiről tudom, hogy most reggel elment és átfejti majd a hordójából a mustot. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontosak. A mustgáz színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amit zárt helységekben az oxigént kiszorítva a föld közelében terül el, és fokozatosan telíti el a helységet, ezért célszerű széndioxid jelzőt felszerelni, vagy pedig egy előttünk tartott égő gyertyával lemenni a pincébe. Amint a gyertyalángja elalszik, tudjuk, hogy a levegő mustgázzal telített. Az M6-os autópálya a Szekszárd-Bój és M60-Bój Pécs szakaszán előreláthatóan október végéig karbantartási munkákat végeznek, ezért fokozott figyelmet kér a rendőrség az arra közlekedőktől. A munkákat jellemzően egy sáv zárása mellett folytatják majd, de előfordul olyan is, hogy az egyik irányt teljesen lezárják. Előreláthatóan szeptember 13-áig a B és C alagutak jobb pályáján dolgoznak a szakemberek, a forgalmat a bal oldalra terelik. A Fonyódligeti Erzsébet táborban pihenő gyerekekhez látogattak el Tolna megyei rendőrök. A nem mindennapi programon a Honvédség, a Büntetés Végrehajtási Intézet, a Katasztrófavédelem, a Vízimentők, az Országos Mentőszolgálat képviselői is jelen voltak. A táborra a rendőrség részéről a Tolna megyei főkapitányság bűn- és baleset megelőzési szakemberei számos programmal készültek. A gyerekek többek között az internet használattal és annak veszélyeivel kapcsolatos tesztet is kitölthettek. A nagyobbak megtekinthették a mobil bűn megelőzési centrumot is. Átadja az államnak a vízi közmű vagyonát Bátaszék. Erről rendkívüli testületi ülés keretében döntöttek a képviselők. A tranzakcióra azért van szükség, mert a szolgáltatást végző Erőv ZRT a rezsijárak emelkedése miatt veszteséges lett. Vélhetően ugyanígy tesz a cégben tulajdonos többi önkormányzat is. Alig egy hónappal ezelőtt döntött, úgy egyhangú szavazással Bátaszék város testülete egyelőre nem engedi át a vízi közmű vagyont állami kézbe. A megnövekedett energiaárak után azonban látszott, a város saját költségvetéséből nem fogja tudni kigazdálkodni a többletköltségeket. A képviselőtestület ennek ismeretében újra tárgyalt az ügyről. Az integrációs folyamat részeként Bátaszék város önkormányzata is önkéntesen és ingyenesen átadja a vízi közmű vagyonát a magyar államnak. Ezzel megteremti annak a lehetőségét, hogy a vízi közmű szolgáltató a 22 évben keletkezett veszteségét állami kompenzáció címén megkaphassa. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a magyar állam bevásárolja magát majd az Erőv vízi közmű ZRT-be. Az integrációs folyamat részeként a vagyon a magyar államra száll, ennek fejében ő lesz köteles a szolgáltatást biztosítani. Bozsadik Róbert reményét fejezte ki a tekintetben, hogy továbbra is helyben az Erőv kap megbízást a szolgáltatás lebonyolítására. Ez fontos számunkra, mert így egy kicsit közvetlenebb kapcsolatot tudunk fönntartani továbbiakban is ezen a területen, és ami azért még ennél is fontosabb, hogy az a dolgozói kollektíva, aki az Erőbön belül végzi a munkáját, az megmaradhat, és ezek a munkahelyek gyakorlatilag továbbiakban is megmaradhatnak, és biztosítják a családok számára a megélhetést. Bozsadik Róbert véleménye szerint az Erőv tulajdonosi körét jelentő 51 településből nem lesz olyan, aki nem ugyanerre a lépésre kényszerül. Az utóbbi napok csapadékosabb időjárásának és a nagy folyók vízgyűjtőjéről érkező nedvesség mennyiségének köszönhetően mérséklődött az aszály, emellett a szezonális öntözési igények is csökkentek, ezért a védekezés már nem igényel országos koordinációt. Lezárul a vízügy országos műszaki irányító törzsének működése, a vízügyi igazgatóságok saját hatáskörben folytatják a munkát, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A közleményben azt írták, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai alapján
alapján a január és július közötti időszak 1901 óta a legszárazabb 7 hónap volt Magyarországon, az ilyenkor megszokott csapadék mintegy fele hiányzott. Az országos területi átlagérték 188 mm volt, ami 154 mm-rel kevesebb az ilyenkor jellemzőnél. Emiatt július második felére az ország nagy részét, augusztus közepére pedig már az ország szinte teljes területét sújtotta az aszály, leginkább az Alföld középső és déli részeit. Annak a 141 egykori szekszárdi vitéznek állítanak emlékhelyet a Tolnai megyeszékhely határában, akik a II. Világháborúban vesztették életüket Magyarországért. Az avatásra szeptember 2-án kerül sor. A szervezők már javában készülnek az eseményre. Ezen a falon kap helyet annak a 141 szekszárdi vitéznek a neve, akik életükben sokat tettek a magyarság jobb létéért. 1920-ban még Horthy Miklós kormányzó alapította a vitézi rendet azzal a céllal, hogy létrehozzon egy kiemelt társadalmi csoportot olyan személyekből, akik az első világháború idején kitűntek a nemzet szolgálatában. Nagy Lajos, aki elhivatottan képviseli Horthy szellemiségét, vállalta azt a feladatot, hogy létrehozza az emlékfalat. Nagyapámnak a szellemisége és a tanítása azt mondta mindig, hogy fiam, azokra az emberekre, akik szabadságukat, életüket áldozták azért, hogy ebben a szép kis Kárpát-medencében itt legyünk, azokra mindig meg kell emlékezni. Mert gyökerekből lehet építkezni, gyökerek nélkül nincsen jel, nincsen jövő. A táblaavatással egy időben elhelyezésre kerül egy 1938-ban kiadott vitézi kódex is. Több ezer vitéznek a neve benne van, akit Horthy Miklós vitézi avatott, fotókkal ellátva. És a 141 vitéz is benne van. És bárki meg tudja majd tekinteni, most ezt a kódexet lemásoltatom, az lesz elérhető, az lesz lapozgatható, a 38-as kiadás meg egy üvegvitrínbe lesz elhelyezve. Az ünnepélyes emléktábla avatóra szeptember 2-án délután 4 órakor kerül majd sor. Idén nyáron először fordult elő, hogy egymást követő két hónapban, júniusban és júliusban is 4,7 millió fő fölött alakult a foglalkoztatottak száma. A három havi adatok éves összevetése szerint az elsődleges munkaerőpiacon közel 57 ezerrel dolgoznak többen. Ez azt jelenti, hogy 74%-nál magasabb a foglalkoztatási ráta, hívta fel a figyelmet a Központi Statisztikai Hivatal csütörtöki jelentéséhez fűzött kommentárjában a Technológiai és Ipari Minisztérium. A 25-54 éves népesség körében 88,4%-ra nőtt a foglalkoztatási ráta. Több mint 13%-kal vannak kevesebben a közfoglalkoztatottak, mint egy 76 ezres létszámukat még alacsonyabbra szoríthatja a versenyszférába való átlépésüket támogató augusztusban újraindított program. Vadállatokkal is megismerkedhettek azok a gyerekek, akik a felső nyéken megtartott indián táborban vettek részt. A programokat a település vezetése, a helyi roma önkormányzat és a református egyházközség szervezte. Különféle állatokkal is megismerkedhettek azok a felsőnyéki iskolás gyerekek, akik részt vettek a Nagy Törzsi Találkozó 2022 elnevezésű egyhetes napközis táborban. A lehetőséggel a Református Egyházközség kereste meg a települést, akik a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal jó kezdeményezésnek tartották, és támogatólag álltak mellé. A Vasárnapi Iskola Szövetség ők szoktak ugye minden éven készíteni ilyen tábori anyagokat gyülekezetek számára, nyári tábori anyagokat segítségképpen kidolgozzák előre, és tulajdonképpen ezzel segítenek a gyülekezeteknek, hogy jó táborokat tudjanak szervezni, és mi is őtőlük vettük át ezt az anyagot. A szünidő utolsó napjaiban zajló tábort az egyházi közösségi programok támogatásán nyert forrásból, valamint az önkormányzati támogatásból finanszírozták a szervezők. Így csak minimális terhet róttak a szülőkre, 3000 forint befizetéséért felügyeletet, étkezést és számos élményt kaptak a gyerekek. A keresztény értékek mellett alkalmuk volt egy előadás keretében megismerni, többek között a kígyókat is. Nem félek tőle, mert az unokabátyámnak van, és igazából sokszor fogtam. Hát mostanában nem fogtam nagyon, mert nem voltam lenne náluk, de én nem félek tőle. A cél, hogy a tábort jövőre is meg tudják rendezni felsőnyéken. Regionális híreink következnek. Egyházi segítség a gyászban, irodát kapott a pécsi püspökség a központi temetőben Pécsen.
kevesebb buszjárat, drágább jegyek, az önkormányzati bizottságok előtt a pécsi városvezetés terve. Tovább él a betyárkultusz, szobrot állítottak Patkó Pista emlékére Somogy megyében. Kihez kell fordulni, ha valaki római katolikus temetést akar, hogyan zajlik a búcsúztatás? Többek között erről kapnak információkat mostantól a pécsi központi temetőben a gyászoló családok. A temetkezési vállalat irodája mellett kapott helyet a lelkipásztori szolgálat. Itt intézhetők el azok a gyakorlati tennivalók, amik szükségesek a katolikus szertartás miatt. Így a hozzátartozóknak nem kell külön utat megtenni, hogy teljesítsék az elhunyt végakaratát, ha ilyen egyházi temetést akart. Ezen kívül a papok segítenek a gyászolók lelki megpróbáltatásainak enyhítésében is. Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Megáldotta a most kialakított lelkipásztori irodát a megyés püspök a szerdai átadón a pécsi központi temetőben. Itt nyújt segítséget a gyászolóknak az egyház új lehetőségként, hogy a hozzátartozók könnyebben tudják megoldani a búcsúztatással kapcsolatos teendőiket. Meg kell oldanunk a temetést, meg kell oldanunk irodák problémáit, ügyeit, és ebben a ügyben itt a temetkezési vállalat 100%-osan segít mindenben. De a szertartás részben, hogy egyházilag vagy római katolikus oldalról hogyan tovább, ebben itt természetesen nem tudnak segíteni, és ebben kell nekünk is ideállnunk a gyászolók mellé, és erre óriási igény volt már. Itt az egyházi irodában például segítenek felvenni a kapcsolatot azzal a pappal, aki a szertartást végzi. Itt lehet egyeztetni a búcsúbeszédekről, a temetés részleteiről. A gyászolók a gyakorlati tudnivalók mellett lelki segítséget is kapnak, akár többször is visszatérhetnek ide gyászukkal, tudtuk meg a püspöktől. Akár a lelkipásztornál, akár akik ebben lelkileg érzékenyek és tényleg tudnak segíteni, akkor ott kérjenek segítséget a gyász feldolgozásában. Vannak atyák, lelkipásztorok, akik ebben általánosan minnyáján képzettek vagyunk ezen a területen, de van, akik speciálisan is képezte magát, hogy a gyász munkában, a gyász szenvedésének megélésében szakmai segítséget tudjon adni. Ezt a segítséget is felajánlják az irodán keresztül, mondja Felföldi László. A lelkipásztori szolgálat irodája igazodik a temetkezési vállalat ügyfélszolgálatához, ugyanolyan rendben lesznek nyitva. Új menetrend, drágább jegyek a bécsi buszközlekedésben. Ezek az utasokat érintő változások lépnek életbe szeptembertől. A javaslatokat ezen a héten tárgyalják meg az önkormányzat szakbizottságai. A városvezetés még a nyáron jelezte, hogy 1 milliárddal kevesebb jegy és bérlet árbevétele volt a közösségi közlekedés bonyolító önkormányzati cégnek. Ezért jegyáremelés és járatcsökkenés mellett döntöttek. A polgári oldal képviselője szerint rossz irányba indultak el a városvezetői oldalon. Várakozó utasok Pécsen az uránvárosi buszpályaudvaron. Szeptembertől változik a menetrend, 10%-kal csökkentik az induló járatok számát, emelik a jegyek árát. A városvezetés már a nyáron jelezte, hogy erre készül. Az ÖPK-DNP képviselője szerint ez rossz irány. Ez elfogadhatatlan, különösen azért, amire hivatkoznak, hogy a pandémia után nem szoktak vissza a buszra az emberek, fele annyi bérletet tudtak eladni, hát ez szerintem a cégvezetőknek a hibája, hogyha nem tudták ezt elérni, hogy megfelelő szolgáltatással, megfelelő jegyárakkal visszacsábítsák az utasokat. A városvezetés adatai szerint a Tükebusz ZRT bérletértékesítésből származó bevétele a 2019-es évhez képest tavaly 40%-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a cég korábbi 2,5 milliárd forintos jegy és bérlet árbevételéből mintegy 1 milliárd forint esett ki. Ezért kell csökkenteni a cég működési költségeit a kevesebb járattal, a jegyár emeléssel. Kővári szerint nem ez a megoldás. Mi ellenkező irányt javasolnánk, alapvetően olcsóbbá kellene tenni a jegyeket, és népszerűbbé kellene tenni az utazást azzal, hogy megfelelő időben pontosan érkeznek a járatok, és a lehető legsűrűbben, hiszen nyilván így fogják tudni kiváltani az autókat. Egyéb iránt ez lehetetlen, és ezt teljesen rossz iránynak tartjuk. A képviselő szerint a peremkerületeken élőket sújtja majd az intézkedés, onnan indul majd kevesebb járat. A szeptemberi menetrendről, a járatritkításokról, a jegyár emelésről ezen a héten döntenek az önkormányzat bizottságaiban. Ha támogatják az elképzelést, akkor az iskolakezdés idején csökkentett járatszámmal indul az ősz.
Ami az Alföldnek Rózsa Sándor, az volt a Somogy megyei Bábony megyernek Patkó Pista, hangzott el a Betyár szobrának avatásán. Az 1848-as szökött huszár évekig bujkált a környéken, amíg a pandúrok meg nem találták. Nevéhez ma is több helyi legenda fűződik. Számos történet övezi a betyárok életét, így van ez Bábony megyeren is. Patkó Pista is legenda a helyiek számára. Az 1848-as szökött huszár évekig a környékben bujkált a pandúrok elől. Az a hír járja még ma is a faluban, hogy a helyiek is segítettek neki. A tűzpárbajba keveredett a nyimi Bábony megyeri határban a pandúrokkal, és hát halálos sebet kapott, de nem halt meg érdekes módon, még egy napig élt, és a helyi kisbírónak a házában szállásolták el. Utolsó kérése az volt, hogy egy jó vacsora, meg egy liter vörösbor, ezt Dobos nevű kisbíró biztosította, és ő ezért elárulta neki, hogy melyik szalmak az alatt vannak elárulva a kincsei. A helyiek szerettek volna méltóképpen megemlékezni híres, hírhedt betyárukról. Így született meg a most leleplezett szobor ötlete is. Agyagból készült, és korongozással csináltuk a testet természetesen, majd ahogy az idő eltelt, órákkal, napokkal később rádolgoztunk egy-egy részletet, akár a ruhát, akár a kezeket, ennyi volt a munkamenete lényegében. A betyár kellékek sem maradhattak le a szoborról, mondta a másik alkotó. A fokos az természetesen az minden szín alatt, akkor a hosszú nadrág, a szűr, ami rajta van, a cifraszűr, ugye eredeti somogyi cifraszűr van rajta. Kettős volt a betyárok megítélése. Sokan a szegények védelmezőinek tartották őket, mások szerint törvényen kívüliek voltak. Itt a környéken több hely is van, ahol erről a betyár kultuszról már megemlékeztek, de itt Bábonymegyerben is most már a helyiek, illetve az ide látogató turisták is meg tudnak emlékezni erről a Somogy megyei betyár kultuszról. Patkó Pista betyár szobra Bábonymegyeren az önkormányzat előtti parkban kapott helyet. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon csomagok az időseknek, szociális tűzifa és tehetséges diákok támogatása is napirenden volt. Fokozottan kell figyelni a borospincékben, minden évben öl a néma gyilkos a mustgáz. Döntött a testület, mégis visszakerül az államhoz a bátaszéki vízi közmű vagyon. A vadállatokkal is megismerkedtek, indián tábor szerveztek Felsőnyéken. Pénteken napos, gyengén felhős idő várható gyenge légmozgással. A délutáni időszakban képződhetnek gomoly felhők, ezekből pedig elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Éjszaka eseménytelen, csillagfényes időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!